téged megkérdezzenek, hogy Iván, jó, ez a bioptron, érdemes ezt használni? Belefér ez azért, ez nem kamu? Akkor te mit mondanál? Ilyen baráti beszélgetés. Hát akkor azt mondom, hogy nem tudom, hogy kamu-e, mert nem értem fel dolgokat. Tehát de azt tudom, hogy például télen, amikor nem volt nap, akkor minden nap azzal fölkelni, hogy egy negyed órát az arcomat így lámpázni, az érzésnek biztos, hogy jó érzés. Tehát ha másnak nem, mert nem tudom leellenőrizni biológiailag, de ha másnak nem, az biztos, hogy jó érzés, és azt tudom, hogy én nem voltam ezen a télen, nem tudom, ezt novemberben kaptam, meg nem tudom, és én azóta az egész telet úgy vészeltem át, hogy, vagy éltem meg, hogy nem voltam megfázva sem. A másik, hogy valahogy egy ilyen stressz űző hatást, azt felfedezek. Tudom, hogy te minden nap meditálsz, és hogy vajon a meditálás mellé, hogy fér még be napi 10-15 perc bioptronozás? Én egybe csináltam, mert nem vagyok fér bele, de én azt csinálom mindig, hogy ott van az ágyomnál, és fölemelem, bioptron, megvan, leáll, már pontosan tudom, hogy így van, itt van a kikapcsolója, kikapcsolom, és leteszem így magam mellé, és visszamegyek, és még akkor kb. Egy negyed órát ülök. Hogyha mi most adnánk neked egy újabb bioptront, kinek ajándékoznád, és miért? Tehát azt mondom, hogy ajándékozd oda valakinek, mi ezt biztosítjuk. Kinek most és a barátnőmnek. A barátnőmnek? Mert közel áll hozzám, és hogy ez nekem jó, látta, hogy sokat használom, és hogy legyen neki is jó. Próbáld ki, nézd meg, hogy neked jó. Tehát annak adod, aki nagyon-nagyon közel áll hozzád. És aki fontos neked, igen. És akit szeret. Igen. Köszönöm. Köszönöm.